Magyar klasszikus és kortárs darabok, vidék és külhoni magyar társulatok is helyet kaptak a Budapesti Nemzeti Színház májusi műsorában. Marosvásárhelyről, Szombathelyről és Székesfehérváról is érkeztek vendégelőadások. Május 22-én Jókai Móra Kőszívű ember fiai című művének színpadi változatát tekintették meg a színházbarátok a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában. Nemzeti színházi előadás követően az egyik néző lelkesen odajött, gratulált, és azt mondta, hogy na hát ez az előadás, ez újra felfedezteti velem Jókait. És én annyira hálás voltam ezért a mondatért, kicsit irigykedtem is, hogy miért nem én találtam ki, mert milyen jól hangzik, de közben meg pontosan lefedi a lényeget. Igen, talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy kísérletet tettünk arra, hogy újra felfedezzük Jókait. Szikora János, aki a darabot rendezte, a regény dramaturgiai feldolgozásáról úgy fogalmazott, igazából az volt nehéz eldönteni, hogy mi az, amitől megválnak, ugyanakkor természetesen a Baradlai család története volt az a fő motívum, amelyre felfűzték az egyéb történeteket. Előadásról előadásra tapasztaljuk, hogy a közönség nem szokványos udvarias tapssal honorálja az előadást, hanem őszinte lelkesedéssel. És ezt a lelkesedést, ez bennük ébred a mindazon gondolatok alapján, amit ez a mű képvisel, és amit mi tolmácsolni próbáltunk. A darab legközelebb május 28-án és 29-én, illetve június 9-én, 11-én és 12-én tekinthető meg.